Tisztelettel köszöntök minden kedves megjelent vendéget a Retro Partizánok Veterán Autó Fesztivál sajtótájékoztatóján. Idén nyáron háromnapos Nosztalgia Fesztivál érkezik 60-ba. Június 10 és 12 között a 70-es, 80-as évek autócsodái mutatkoznak be 60-ban a Népkertben. A Zöld Pokol is itt lesz ezen a rendezvényen egészen pontosan. 11-én, tehát június 11-én szombaton egy bő fél napot, vagy majdnem egész napot itt fogunk tölteni a Népkertben, mert nem itt, hanem a Népkertben. Körbevizslatjuk a kínálatot, aznap két élő bejelentkezést is tervezek. Egyik a Facebookon, a másik a YouTube-on fog megtörténni, nagyjából 20-25 perc erejéig, mikor csak sétálgatni fogunk az autók között. Megpróbálok addig egy partnert is szerezni, most éppen ezen dolgozom, hogy ne csak egyedül kelljen ott vakerásznom. Operatőr is lesz velünk, ha minden jól megy, akkor Józsi cimborám személyében. És három előre kiválasztott, illetve két előre kiválasztott és egy ott kiválasztott autóról terveim szerint készülni fog egy nagyjából 4 óra 20 perces önálló anyag is, természetesen az autók tulajdonosaival együtt. Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntök mindenkit. Először is hogy mondjam el azt, hogy milyen nagy öröm számunkra, hogy idén újra megrendezhetünk egy veterán autós fesztivált itt 60-ban. És azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó rendezvény lesz ez, hiszen nagyon-nagyon sok mindennel készültünk, hála a Veterán Zsigüli Klubnak, amely klubban azt gondolom, hogy már egy ideje jó az együttműködésünk, és készültünk arra, hogy ezt a Retro Partizánokat idehozzuk. 60-ban már van hagyomány az ilyen kiállításoknak, hiszen rendszeresen volt a 60-i veterán és tuning autó kiállítás, vagy egyébként volt olyan alkalom, amikor nagyjából 600 autó volt a Népkertben, ami azért óriási szám, és fantasztikus siker volt ez a kiállítás. Most arról beszélünk alapvetően, hogy a 60-as, 70-es, 80-as és a 90-es évek autóit fogjuk megmutatni. Maga program az három napból áll. Pénteken lesz a beköltözés, pénteken már 14 órától nyitva leszünk este 20 óráig, és 20 óra 30-kor lesz DJ Dominik és Zoltán Erika. Ők fognak majd fellépni péntek este. A szombat már sokkal izgalmasabb nap lesz, és sokkal hosszabb nap is lesz nekünk, kiállítóknak is. Itt alapvetően a műsorvezető egész nap Abaházi Csaba lesz. Lesz egy veterán parkoló, amely folyamatosan fog megújulni, lesz tesztvezetés is, ahol többek között majd egy 1006-os radát is lehet hallatni. Lesz retro játékok a régi idők vásári hangulatában, lesz a Budapest Retro Élményközpont kiállítása, és természetesen lesznek szakmai beszélgetések. 10 órakor és 14 óra 30-kor Total Car tulaj a pályán. Ez azt jelenti, hogy azok a tulajdonosok, akik éreznek magukban kellő bátorságot, a saját autójukkal fölmehetnek egy tesztpályára, és ott gyakorlatilag kipróbálhatják önmagukat és az autójukat is. 16 órakor Trabalman Stand Up Comedy Show lesz, 18 órakor Spencer Hill Magic Band koncert, 20 óra 30-kor pedig első emelet koncert lesz. A vasárnap pedig egésznapos retro autós bőze lesz, és természetesen különböző retro relikviák vására. Amit tudni kell magáról a kiállításról, az azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas programmal, illetve egy nagyon izgalmas autóösszeállítással is készültünk, hiszen valóban lesznek különleges autók itt 60-ban. Azon kívül, hogy a személyautók között például lesz a gömbölyű csajka, majd pedig az utódja, a szögletes csajka is meg fog jelenni a kiállításra, ami azt gondolom, hogy önmagában is kuriózum. Ugyanakkor viszont a sátoron kívüli kiállítóhelyen is izgalmas autókkal készülünk, és engedjék meg, hogy itt ezt most felolvassak néhány dolgot, mert ezek valóban izgalmas dolgok. Magyarországon van egy darab helyreállított bulldog-fülkés áforos nyerges szerelvény. Ez egy csepel, bulldog-fülkés csepel. Ez a szerelvény itt lesz ezen a kiállításon. Lesz csepel teherautónk, lesz csepel tűzoltóautónk is, természetesen platós csepel is lesz, tehát gyakorlatilag a csepel platta nagy része az le lesz fedve. Ugyanakkor lesz benzines zil, platós benzines zil is, ami szintén egy kuriózum, hiszen annak idején mindegyiket átalakították dízelre, ugyanakkor viszont ebbe az autóban benne van az eredeti
ez így mondtam. Lesznek különböző kéklámpás járművek. Az azt jelenti, hogy lesz eredeti Nisa mentőautó, lesz egy 1987-es rendőrmotor, ez egy Yamaha helyreállított rendőrmotor, lesz több rendőrségi Zsiguli, illetve lesz egy F-Astra rendőrautó is kiállítva. Ezen kívül, ahogy mondtam, amit látható, Skodák, Moszkvicsok, Volgák, a Volgák teljes palettája, Ladáknak a teljes palettája, tehát a keleti technika az teljesen le lesz fedve. És én itt szeretném megköszönni elsősorban a Veterán Zsiguli Egyesületnek az együttműködést. Szeretném megköszönni azoknak a kiállítóknak, akik elhozzák az autóikat és kiállítják őket, és szeretném megköszönni minden lehetős támogatóknak. Sziasztok! Én Zoli vagyok, és ez itt a Zöld Pokol egyenesen 60-ból. Mellettem Horváth Rihárd polgármester úr áll. Milyen régóta morfondíroztak azon, hogy itt a városban legyen ez az alkalom, ez az esemény? Egy ideje már gondolkoztunk ezen, hiszen én is tagja vagyok egyébként a Veterán Zsiguli Egyesületnek. Nekem is vannak veterán autóim, amelyeket saját kézzel állítok helyre. És azt gondolom, hogy már egy ideje gondolkoztunk ezen. Nyilvánvalóan a Covid az elmúlt két év azért keresztül húzta a számításainkat, de most itt van ez az alkalom, és most meg tudjuk tartani ezt a rendezvényt. Értem, akkor már meg sem kérdezem, hogy van-e kedvenc veterán autója, mert hát említette, hogy vannak Ladái, illetve Zsiguliai. Igen. És esetleg más típusokba beleszerelmesedett már a régebbi autók közül? Igen, a kék Volga az az én kezem munkája, ami látszik. Azt majd mindjárt megnézzük közelebbről is. Igen, és ezen kívül még van egy másik Volgám is, illetve Ladák, azok mindenféle fajta. Értem. Elmondta a sajtótájékoztatón, hogy már korábban is itt volt 60-ban nagyobb veteránautós összejövetel. Igen. Akkor gondolom a jövőben is terveznek hasonló eseményeket a városban. Mindenképpen. Tehát a 60-i Veterán és Tuning Autó Fesztivál az egy nagyon-nagyon sikeres rendezvény volt. Most úgy gondoltuk, hogy a retropartizánokkal közösen most kifejezetten csak a veterán autókra összpontosítunk, de természetesen minden évben szeretnénk megtartani ezt a rendezvényt, ezt a fesztivált szeretnénk megtartani. Értem. Nagyon szépen köszönöm ezt a kis beszélgetést, és az egész rendezvényhez nagyon sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönjük, és mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel várunk 60-ban. Köszönjük szépen. Nevében, és nagyon örülök, hogy itt lehetünk 60-ban a mai napon, és arról beszélhetünk, hogy a idén 8. alkalommal megszervezett retropartizánok rendezvényünket 60 városával karöltve szervezzük meg, és ez lehetőséget ad számunkra, hogy idén először ne csak egy jármű és nosztalgia kiállításról beszélhessünk, hanem egy egész hétvégéről és egy egész fesztiválról, és magát a veterán autós rendezvényt számos fesztiválprogrammal is kiegészíthetjük. A rendezvény a 60-i Népkertben kerül majd megrendezésre június 10 és 12 között. Pénteken kora délután 14 órakor nyitjuk meg a rendezvényt, és az esti órákig a koncertek megkezdéséig tart a kiállítás nyitva. Majd szombaton egy hosszú napot tartunk, mikor is reggel 9-től este 8-ig látogatható a rendezvény, és vasárnap is délután 16 óráig nyitva leszünk. Nagyon fontos a Veterán Zsiguli Egyesület számára, hogy ezeket az autókat, amikkel ugye a 60-as, 70-es, 80-as, és most már egy kicsit a 90-es években is együtt éltünk, olyan formában mutassuk meg a látogatóknak,
hogy test közelbe kerülhessenek. Magyarul lehetőséget adjunk mindenkinek, hogy beüljön, elbeszélgessen az autó tulajdonosával, megérezhesse azt az élményt, amit ugye gyerekkorunk idején ezek az autók jelentettek számunkra. Sőt, még azt is szeretnénk lehetővé tenni, hogy az érdeklődők számára egy tesztvezetést biztosítsunk, ahol mindenki saját maga által vezetve próbálhatja ki ezeket az autókat. Két dedikált járművünk lesz, amit mindenféleképpen ki lehet próbálni, de pont a rendezvény családiasságából, kötetlenségéből fakadóan elképzelhető az, hogy ha valaki mondjuk összebarátkozik egy jármű tulajdonosával a veterán parkolóban, akkor azt kipróbálhatja. Ez nem egy szokatlan dolog. És ez rávezet engem egy pontra, amit elfelejtettem elmondani, hogy ugye három kiállítási helyszín lesz magán a rendezvényen. Lesz egy statikus kiállításunk egy rendezvénysátorban, ahol körülbelül 100 járművet tudunk elhelyezni. Ugye ezek klasszikus kiállítás módján megtekinthetőek lesznek. Lesz egy külső kiállítói helyszín, egy szabadtéri, ahol szintén érdekes járműveket fogunk elhelyezni. Illetve lesz egy olyan folyamatosan megújuló veterán parkoló, ahova a veterán és hobbiautóval érkező látogatókat várjuk. Ez azt jelenti, hogy az 1995 előtt gyártott, hobbi célra használt, szép állapotban megőrzött, vagy valamilyen egyéb másokból érdekes, izgalmas autó kerülhet be oda, és ez egy ilyen mozgó kavalkádot jelent, és ott ugye szintén lehet értekezni a járművek tulajdonosaival, és megegyezni abban, hogyha valaki szeretne egy kört menni. Ez, ahogy mondtam, kimondottan a koncepció része, hogy test közelből tegyük elérhetővé az autókat. Nagyon fontos nekünk az is, hogy mindezt úgy tegyük lehetővé, hogy azért ne szedjük belépődíjat, és ez a Retro Partizánok koncepciójának a része, hogy egy ingyenes rendezvényről beszélünk, és ez idén sem változik. Itt 60-ban is mindenkit ingyenesen várunk, nem csak a kiállításra, hanem az azt övező programokra is. Külön öröm, hogy az egyik legfontosabb partnerünk a rendezvény megvalósításában 60 városa mellett a Total Car, akik szintén gazdagítják ezt a fesztivált egy tulaj a pályán elnevezésű koncepcióval, ami egy mini ügyességi verseny fog jelenteni a veterán járművek tulajdonosainak és az ideérkezőknek, amire már a Total Car a regisztrációt meg is nyitotta. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy idén sikerül egy szintet lépnünk, és egy egész veterános fesztivállá bővíteni a Retro Partizánok programját. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ebben 60 város és a város polgármesterre, Horváth Richárd polgármester úr is partnerünk, és folyamatosan támogatnak bennünket az esemény megvalósításában. Mellettem Tompa Gábor, és mögöttünk pedig már egy Trabi. Eljöttünk a Ladától. Tompa Gábor a Veterán Zsiguli Egyesület elnökségi tagja. Ha jól emlékszem, akkor az ez előtti rendezvény, Retro Partizánok rendezvénye 3 évvel ezelőtt került megrendezése, 2019-ben. Ugye a Covid miatt nyilván 2 év kimaradt. Gondolom már nagy izgalommal várták, hogy ismét megjelenhessen többek között a Veterán Zsiguli Egyesület is egy ilyen rendezvényen. Igen, nekünk ugye ez szívügyünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a sok lelkes klubtagunknak köszönhetően nem csak a zsigulikkal foglalkozunk a Veterán Zsiguli Egyesületben, hanem igyekszünk platformot teremteni más keleti és retro autók bemutatására is, és ezért gondoltuk azt, hogy ezzel a Retro Partizánok nevű rendezvény koncepcióval annak idején elindulunk, és lehetővé tesszük azt az ilyen típusú autók kedvelői számára, hogy test közelből szerezhessenek élményt ezekről az autókról. És a Retro Partizánoknak ugye ez a koncepciója, és ezt próbáljuk évről évre egy kicsit jobban megcsinálni, és valóban ugye a Covid miatt ki kellett hagynunk éveket, de nagyon örülök, hogy most a Covid helyzet is jobb lett, és hogy ilyen lelkes partnerekre találtunk 60 városa személyében, illetve a Total Car személyében, és közös erővel egy bízom benne minden eddiginél jobb és színvonalasabb, érdekesebb rendezvényt tudunk majd megvalósítani. Mikor volt az első ilyen Retro Partizánok rendezvény, ezt meg tudjál mondani? Ha végig gondoltam volna, akkor meg tudnám, de szerintem valamikor 2013 környékén lehetett. Uh-huh. És a rendezvény vállaltan egy amatőr rendezvény, ezért is tudjuk ingyenesen biztosítani a látogatók számára a részvételt. És a cseppelművek területén egy akkor nem használt üzemcsarnokot kaptunk meg használatra egy korábbi támogatónk jóvoltából,
és ott indult el ez a rendezvény, és ezt a területet töltöttük meg élettel. Uh-huh. Aztán volt másik csepeli helyszínünk is, a volt Duna MGTS területén, voltunk kihalt bevásárlóközpontban, Győrben, Debrecenben is egy hasznosítatlan iparterületen találtunk otthont a rendezvénynek. Tehát megpróbálunk mindig a rendezvény koncepciójához igazodó helyszínt találni, és megpróbálni ezt a lelkesedést átadni másoknak is, akik helyjel, médiafelülettel rendelkeznek, és tudnak bennünket támogatni abban, hogy ezt a koncepciót tovább éltessük. Itt a sajtótájékoztató közben elhangzott többször is, hogy ez már ugye autók számát tekintve is egy igen nagyszabású rendezvény igen. lesz. Akkor elmondható, hogy az elsőtől a nyolcadikig így folyamatosan nőtt ennek a rendezvénynek a mérete? Igen, én ebben hiszek, hogy mindig egy kicsit próbáljunk meg jobbat csinálni, vagy hagyjuk abba, uh-huh. és ez mindig sikerült, és ugye az első az valóban egy nagyon amatőr rendezvény volt, és inkább egy klubtalálkozó volt, kevesebb civil látogatóval, és ezt próbáljuk meg folyamatosan növelni, és az elmúlt években már meghaladta a kiállított autók vagy járművek, mert ugye motorok is vannak, ezt ne felejtsük el, igen. száma a százat. És azt gondolom, hogy most itt 60-ban egy újabb rekordot fogunk megdönteni. És itt van kedvenc jármű, úgy mint a polgármester úrnak, ugye ő a Lada vonalat képviseli leginkább. Én nagyon szeretem a Ladát, nekem van egy citromsárga 1500-ös zsigulim, ami az első felújított autóm, és amit nagyon szeretek, de van egy családi zsigulink is, amit azért szeretek különösen, mert ez az autó volt jó pár éven keresztül az egyik tesztautója a Retro Partizánoknak, még a felújítás előtt, és olyan jó évekkel később találkozni immár klubtagjainkkal, akik azt mondják, hogy na én ebbe az autóba ültem bele az egyik csepeli Retro Partizánokon, és így kapott el a lelkesedés, hogy magamnak is vegyek egy zsigulit, és hogy csatlakozzak a klubhoz. És talán ha a Retro Partizánokra gondolok, akkor ez az autó, amit mi csak Cújnak emlegetünk a rendszáma alapján, uh-huh. a legkedvesebb számomra. A családi azt jelenti, hogy ez egy 02-es, vagy pedig a család használja nap, mint nap? Nem, ez azt jelenti, hogy gyerekkoromban a családunknak ilyen volt, Értem. Ez egy 01-es zsiguli, és ez ugyanaz az autó színre, beltérre, még az átadás napjára is, ami Értem. Gyerekkoromban volt. Értem, nagyon szépen köszönöm ezt a néhány perces kis beszélgetést, és itt is a önnek is, illetve a Veterán Zsiguli Egyesületnek is nagyon sok sikert és szép élményeket kívánok a rendezvényre. Köszönöm szépen, és reméljük, hogy folytathatjuk majd a beszélgetést sokakkal június 10 és 12 között. Köszönjük szépen, Köszönjük. Tehát ne felejtsétek el, június 10-től 12-ig 60-ban a Népkertben Retro Partizánok brutális nagy retro jármű show, nem mondom, hogy retro autó show, mert ugye motorok is lesznek, gyerekjátékok is lesznek, egy csomó minden lesz. Ha tudtok, gyertek el, a belépés, a részvétel ingyenes, és nagyon-nagyon sok szuper érdekes, esetenként ritka régi járművel találkoztatok. A következő videóig, sziasztok!